Na, sziasztok, üdvünk nekinek itt egy Robi, pmrradio.hu Ezt a VLN c 52-es rádiót programozom. Megkértek, hogy nézzem át. Ugye, tudni kell erről a készülékről, hogy ezt hivatalosan nem PMR-ként forgalmazzák, de maga a szoftvere az alkalmas arra, hogy lezárjuk, és nézzük is meg, hogy mit tud. Tehát, hogyha valaki ilyet vásárol, ilyen készüléket, és azt szeretné Európába használni, az, az, nagyon nézze meg, hogy mit csinál, mert, mint látjátok, ezek egyáltalán nem PMR 446-os frekvenciák, mindenféle más UHF-es csatorna van benne, viszont maga a készülék az alkalmas a fix félvattos teljesítményre, és a modell információnál, ha beolvastuk, akkor Ja, több ö, típusú készülék is van belőle, az UHF-es változat, az tudja az európai szabvány, PMR446-ot, és le is tudjuk zárni magát a készüléket, így ö, csak a PMR-sávot fogja tudni, és csak azt tudjuk beírni, más nem is, mert most ha be akarnák írni egy 462-es, frekvenciát, azt nagy valószínűség szerint nem fogja engedni. Látjátok? Át is ütötte 446 200 tehát az a felső határ, úgyhogy így lezárható maga a készülék, és nem fog túlmenni a frekvencia tartományon. De ugye mivel ez Európában nem lehet kapni, Kínaiak pedig nem így programozzák, ezért mindenki figyeljen erre. Ezt kézzel kell feltölteni a 16 darab csatornára. De ha már itt vagyunk, akkor gyorsan elmondom, hogy mit tud még maga a készülék. Ugye itt van, le lehet zárni a programozást. Itt látjátok a zajzár értékeket. Itt van egy adási időkorlát is. Ugye ez egy percre van beállítva mondjuk átállítom 9-re. A programozható gombokat oldalt lehet programozni, ugye itt le lehet zárni a, 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 billentyűzetet, és egyéb funkciót tud még a készülék. Ugye ha a mínusz gombot nyomom két másodpercig, akkor hosszan, akkor le fogja zárni a billentyűzetet. Van angol hangos menünk, meg Kína is, ez marad angolul, a, tud voxot a, a, készülék, tud vox kitartást is, hogy mennyi ideig legyen kitartva a voxnak a, a, a folyamatossága. A szkennelést is be tudjuk állítani, hogy a voxot külön itt tudjuk bekapcsolni, és az akkumulátor kimélőt is be tudjuk. Hát itt meg ugye a vételi frekvencia, a CTCSS vagy DC kódot tudjuk kiválasztani, vételre, ugye itt az adásfrekvenciánk, frekvenciánk, itt pedig a, az adás oldalra a CTCSS vagy DC kód. Be tudjuk kapcsolni, hogy a szkennelés be legyen erre a memóriatartalomra állítva. Ugye wide narrow, PMR-en ez mondjuk eleve narrow mód. A teljesítmény PMR-en alapból csak fél wattot fog tudni a készülék. busi Channel Lockout ne tudjunk rányomni, hogyha adás van azon a csatornán, ugye itt tud egy beszédtitkosítást is, ezt én nem kapcsolom be, a Compander funkciót se kapcsoljuk be, és itt van egy spec kód, ezt most jelen pillanatban nem tudom, hogy micsoda, de mint látszik, 16 darab memória tartalom van a rádióba. Ha végeztünk, feltöltöttük, akkor pedig fel tudjuk írni a Memóriát. Na, de még egyszer mondom, ez egy ö, fix antennás, de programozás által tudja csak a PMR ö, szabványnak megfelelő dolgokat, úgyhogy ha ilyennel találkoztok, akkor mindenféleképpen figyeljetek rá. Én voltam egy Robi, pmrradio.hu, ez pedig volt egy pici lila rádiónak a programozása VLN c 52 Sziasztok!